Amint mondtam korábban, rendkívül változatos az ellenfelek palettája a Raptorban. Nem csak repülőgép meg hajó lesz az ellenfelünk, hanem például helikopter, de ebből sem egyfajta, hanem rögtön 3-4. Van az a bogyóköpködő és van ez a rakétás. Ugye a bogyó a legalapabb fegyver, amit ellenünk felhasználhatnak, a rakéta az egy fokkal durvább, de még mindig nem a legdurvább. Aztán vannak ezek a hatalmas nagy, én általam póknak elnevezett gépek, olyan, mint a csáprágójuk lenne. Hiszen ezek voltak az elefántok, mert az elefánt füle meg az ormánya úgy néz ki ez a gép szerintem. Ennek aztán van egy nagyobb testvére is, ez már ilyen fejlesztett elefánt, ez már rakétákat is tud lőni, bizonyám. De ezen kívül vannak még olyan ellenfelek, mint a lepényhal. Hát, nem tudom gyerekkoromban mit gondoltam, de talán manapság is arra emlékeztetne ez a gép. Nem csak ez a sima lepényhal van, hanem van egy forgó lepényhal is egy későbbi pályán, amit most láthattok. És annak ellenére, hogy pörögnek, ezek ugyanolyan könnyű eltalálni őket, mint a sima álló rokonaikat, és úgyhogy igazából ez csak a változatosságnak ad egy kis pluszt. Hiszen meg a bomba ismét, hiszen itt vannak ezek a szarvasbogárnak elnevezett ellenfelek, szerintem ezek is aranyosak. Aztán ezeket ebihalnak neveztem el, tényleg nem tudom mit gondoltam, hogy miért annak nem tudom, de akkor 6-7 évesen ez jutott eszembe róluk. Aztán itt van ez a kamikáze légi vonat, vagy nem tudom micsoda, ez egy nagyon brutális ellenfél, megfelelő tűzerő nélkül ne is állj ki elé, mert lőni nem fog, de hát beléd rohan és lerombolja a pajzsodat. Aztán vannak ezek a követős légi aknák, vagy nem is tudom micsodák. Ezek között el lehet manőverezni, de persze lelőni is lehet őket, csak meg akartam mutatni nektek. Aztán egyre változatosabbak lesznek az ilyen földi ellenfelek. Ezt a követő lövőt elég sokat fogjátok majd látni. Aztán vannak ilyen aknarakó repülőgépek is, amelyek ugye nem olyan nagy aknákat raknak, de ugyanannyit sebeznek, mint a rendes aknák, hogyha felrobbannak. Aztán van ilyen 3-1 gép, ez marhára tetszett, és régen is a kedvencem volt, kár, hogy csak 2 vagy 3 van belőle az egész játékban. Még egy aknarakó. Aztán vannak ilyen kis gépek, amik ilyen tüzecskét lőnek, ami sokkal durvábban sevez, mint a rakéta. Vannak ilyen hatalmas szemgolyók, föld alól előjövő lövőállások, szóval változatosságból szerintem 10-ből 10-es ez a játék. Nem hinném, hogy más lövöldözős játékban lenne ennyi főellenfél. Bár a játék eljátsza azt, amit a House of the Dead is később, hogy egy adott főellenfelet újra felhasznál, az ugyebár a Nagy Peti volt a legelső pálya főellenfele. Ez pedig a Bravo szektornak a végjátéka, ami utólag kiderült, hogy egy olajfúró platform volt a célpontunk, és ez az első főellenfelünk, ez a hatalmas fémlabda, ami elég komoly tűzerővel rendelkezik, bár még így is kispályás a többi főellenfélhez képest, meg későbbi pályák sima bosszaihoz képest, majd látjátok. Ha teljesítettünk egy fejezetet, kapunk egy korhoz képest egész jól kinéző animációt, ezt nézhetjük egy darabig, aztán, mint ahogy a hősök általában szokták, naplementében szépen bevonulunk a bázisunkra, lerakjuk ismét a gépet, amin egy darab karcolás nincsen, nagyon jó anyagból lehet, és megkapunk egy ilyen szöveges epilógust, mint a Doomban is, de ezt nem fogom nektek felolvasni, majd nézzétek meg ti. A Tango szektor sokkal változatosabb, mint a Bravo, itt már kapásból egy ilyen, hát nem is tudom, ez ilyen csatorna rendszer lehet, vagy valami gátas pálya, ilyen kis kvadrotorhoz hasonló gépek jönnek, elkezdenek áramlani a tankok felénk, szóval a második pálya egy ilyen civil zónában játszódik, ahol szántóföldek meg farmok vannak. Itt többek között olyan gaztetteket tehetünk, mint aratás közben megzavarunk egy kombányt és a legénységét. Ezzel nem feltétlen értek egyet, ők végül is nem tehetnek, hogy a háború zónában laknak, de a játék ugyanúgy adja érte a pénzt, úgyhogy miért ne, ha már ilyen rohadék zsoldosok vagyunk, ez belefér szerintem. Itt vannak ezek a kis körömpiszok ellenfelek, akik adják a pénzt, és itt jönnek be rendszeresen ezek a tűzköpő ellenfelek. Ez a rakétánál is erősebb és nagyon eszi a páncélunkat, úgyhogy érdemes kikerülni, vagy éppen a őt kilövő repülőt jobb létre szenderíteni. A harmadik pálya dzsungelben játszódik, és itt vannak a legjobb telepített részek. Hát milyen aranyos már a kis pixelemberkék a kis ágyúkkal. Aztán a negyedik pálya egy ilyen rommálőtt városban van, ide jövünk, hogy még nagyobb romhalmas csináljunk belőle. Igazából ez egy könnyebb levezető pálya az előzőköz képest, sokkal lassabb a hangulata, vagy legalábbis a sebessége. De azért itt is vannak kellemetlen meglepetések, például ezek a piros helikopterek, amelyek nem átalannak visszajönni néha a képernyőről, szóval elmenekülni előlük nem igazán lehet.
aztán bejönnek ezek a lézeres kis izék, ez a legerősebb ellenünk felhasználható fegyver, pillanatok alatt megeszi a pajzsot, szerintem 2-3 lövésből lemegy egy egész pajzs. Aztán épületek tetején itt is lövőállások, úgyhogy kezd kaotikus lenni a játék. És itt van az első nem repülő fő ellenfelünk. Ez egy ilyen dupla telepített torony, amit igazából nem sikerült elsőre kinyírnom, úgyhogy ezt le is vágtam. Aztán járunk még reptéren, ahol még fel nem szállt repülőket lőhetünk le. Ez teljesen jó, legalább a következő pályákon ennyivel kevesebb lesz. És egy nagy meglepetés, éjszakai pálya a játékban. Igazából nem tudom, hogy azok az épületek alul most ilyen tetővilágításukban, vagy pedig egy nagyon kicsavart 4D-s épületeknek az oldalsó ablakaiban vannak ezek a lámpák. Minden esetre, amit el lehet mondani erről a pályáról, az, hogy káosz. Abszolút, én nem tudtam átlátni a dolgot, a saját gépemet alig láttam. Ezek a villódzó, meg statikus fények pedig annyira összezavartak, hogy néha se tudtam, hol vagyok. Itt a fő ellenfele a pályának, hát hogyha nem lő, akkor igazából én alig vettem észre. Változatosságban tényleg jó ez, de elég nehéz volt. A Tango Sector utolsó pályáján pedig egy óriások által üzemeltetett rizsföldön vagyunk, ez nem szó vicc, nézzétek meg, hogy mekkora fickó a repülőhöz képest, főleg, hogy nem a föld felett 2 centivel repülünk. Ennek a pályának a vége egy ilyen dzsungeles, ősi romokba torkollik, ahol még tovább romosíthatjuk őket. Ez a zsoldos egy rohadék, szétlövi a környezetet, ilyen romokat is. Mi a franc van? Mi a franc van abban a kupolában? Ezt nézzük meg még egyszer. Itt egy ilyen pánkos fickó ülne benne, ez nem hiszem, hogy Buddha szobor lenne. Leesett az állam attól, ahogyan ugyanúgy a Tango Sector fő ellenfelétől is leesett az állam. Nézzétek már meg ezt a rakéta, nem is tudom, rakéta folyamot, amit kiköp magából, ezt nem lehet szemből meglőni. Úgyhogy marad a követő lézerezés, már amennyiben megvettétek, és centizés az élettel. De ez is belehalt a sérülésekbe úgy, hogy lezuhant és megint egy nagyszerű animáció keretében elpatkol, mi pedig ismét berepültünk a naplementében. És mehetünk az Outer Regions fejezetre, amelynek első pályája a Holdon játszódik, ami tök jó, bár nem tudom, hogy fér bele a koncepcióba, hogy egy sima repülőgép a Hold felszíne fölött lebegjen, de hát most ebben nem kötök bele, mert mindenféle menő holdbázis szétlőhetünk. A második pálya pedig konkrétan a Marson, vagy másik vörös bolygón játszódik. Mondjuk ez volt az a pont, ahol a fejlesztőknek elgurult a gyógyszere. Egy szerintem ezt nem gondolták komolyan. Ez nem lehet, hogy a lövéseket kikerült, még az ellenfelek is belét fognak jönni, annyira nincs hely a manőverezésre. És jó, persze ez veterán fokozat, mert nem bírtam magammal, megint a nehezebbel kell játszani. De hát ha egyszer így látványosabb a bemutató, akkor így látványosabb. Minden esetre brutális mennyiségben jönnek az ellenfelek, a föld alól előbukkannak mindenféle lövőállások, amikre nem tudsz idejében rákészülni. Szóval változatossággal nincs is baj, mert látjátok, rengetegféle ellenfél van, de ez az ős káosz, ami ebben a fejezetben van, az valami leírhatatlan. És innentől rendszeressé válnak az ilyen statikus erődítmény ellenfelek, amelyek legalább nem mozognak, viszont annál brutálisabb fegyvereik vannak. Aztán kapunk még egy éjszakai pályát, nem máshol, mint a Hold sötét oldalán. Ez tök jó ötlet. Sokkal átláthatóbb és könnyebb is, mint a városi pálya, de azért a végével itt is szívni fogunk. Minden esetre tényleg ez, erre nem is gondoltam még repülős játékban, hogy a Hold sötét oldalát is megjárhatjuk. Ennek ellenére a következő pályán megint egy brutális főellenfelet találunk, és megint a Marson játszódik. Az ilyen főellenfeleknél az volt a taktikám, hogy először az olyan lövőállásokat lőttem szét, amelyek követő bogyót lőttek, aztán amik gyorsakat lőttek, és utána maradtak ezek a statikusabb vagy lassabban lövő egységek, mint például az a rakétázó. Ezt a lézert pedig mindenképp a végére kell hagyni, ugyanis az a legdurvább, és annak kell egy külön taktika. Mégpedig ez a centizés, hogy odamész, és egyedül ezzel az Iker lézerrel tudod ezt megcsinálni, hogy így a szélét elkezded csípkedni. Aztán megint következik egy káoszpálya, itt már a környezet is eléggé kaotikus, tehát egy ilyen sziklás, szürkés helyen indulunk, aztán hirtelen jeges területet találunk, özönlenek az ellenfelek, és kicsit ironikus, hogy a jeges területen lőnek az ellenfelek ilyen tüzes lövedékeket, a tank is folyamat ontja magából ezeket, szóval még a legkisebb ellenfél is halálos ebbe a fejezetbe már. És hogy növeljük a káoszt, a jeges rész végére még bedob egy ilyen sivatagos, vagy legalábbis nagyon kietlen részt. Abszolút leesik az állam ettől a játéktól itt design terén.
pozitív és negatív értelemben is egyenlőre. Az egyik pályán pedig találtam egy hatalmas gigászi tankot, ami egyébként barom jól néz ki, és meg akartam kerülni, hogy később lézerrel lelőjem, de rájöttem, hogy a követő lézer az nem követi a földi célpontokat, de így is megoldódott a gond, ami igazából kevesebb gond nekem, hogy ez a tank feladta a küzdelmet. Aztán még egy nagyon cseles ellenfél itt az egyik pálya fő ellenfele. Látjátok, mindjárt végzek vele, már csak azt az egyet. Jó, bocs, hogy még ott oldalt van kettő. Na és ez eléggé kihívás jelentett nekem. Hiába itt az Iker lézer, nézzétek meg, milyen lassan megy le az életereje. Másikat is ki kéne csípni valahogy. Nem mindegy, inkább a másikkal próbálkozzunk. Hát ha sikerül. Ez az jó, menni fog. Na a másikat is. Itt ez a legrosszabb, egy picit hosszabban nyomod le az irány billentyűt, véged van. Francba mondom. És látjátok, megsevezett, bejött a riadó, hogy alacsony a pajzs, és gyakorlatilag odaveszett az ikerlézerem, és soha többet nem kapom vissza, max ha megveszem. Szerencsére itt van ez a plazma vető, ezzel még valamilyen szinten tudok harcolni, de sokkal gyengébb, mint az ikerlézer. És itt van egy ilyen lehetőség, meg az egész játék során is, ha kimész a képernyő szélére és nem lősz, szépen lassan, és tényleg baromi lassan elkezd visszatölteni az életerőd. Ennyi talán elég lesz ehhez a lőtoronyhoz. Na, gyerünk, gyerünk. Egy centit. Na. Az Isten itt. Szóval az utolsó pálya ebben a fejezetben, és ez a játék utolsó pályája, ilyen komplexum fölött játszódik, ami igazából nem tudom, hogy hol van, de ez a legkeményebb pálya a játékban. Minden ellenfélben rengeteg találat kell, még néha ez a kék ikerlézer sem írtja ki őket egy lövésre, főleg nehezebb fokozaton. Ilyen sínrendszerek vannak, ahol mindenféle rakétavetők jönnek, és ez a fő ellenfél a játékban. Azért valami epikusabbra számítottam. Ezt veterán módon csalás nélkül nem tudtam megcsinálni, úgyhogy most sajnos azt látjátok, bocsi, mindent a szórakoztatásért, majd a csalásokról a harmadik részben lesz szó. Tehát így már ez a gép se halhatatlan, és hogyha megvan, kapunk egy marha szép animációt, fölrobban az egész, és ismét bemegyünk naplementével kísérve a bázisunkra, és megkapjuk az utolsó epilógust, amit szintén nem akarok felolvasni nektek, és igazából ennyi a játék, mehetünk a Bravo Sector első pályájáról újra. A következő részben még lesz szó a csalásokról, értékelésről, illetve érdekes ellenfelekről, mint gorillák, harci tehenek, illetve dinoszauruszok. Vagy ilyesmik.